Azt évek óta tudjuk, látjuk, hogy a magyar kisvállalkozásokat különféle bürokratikus útvesztőkkel, magas adókkal és egyéb más gáncsolásokkal folyamatosan hátráltatják. Ebbe a láncolatba illik a Mi Hazánk álláspontja szerint az is, hogy most kötelezővé teszik számukra, hogy csomagszállításra ajánlandó cégeknél megjelenítsék a Magyar Postát, azon belül a csomagszállításért felelős részét, az MPL-t. Nyilvánvaló, hogy ennek az az oka, hogy így szeretnének plusz bevételeket generálni az évek óta veszteségesen működő állami nagyvállalatnak. De az is teljesen nyilvánvaló, hogy egy webshop, egy kisvállalkozás racionális okok alapján válogatja össze és teszi ajánlja azokat a cégeket, akikkel ő szállítatni szeretne. És nyilvánvaló, hogy azért nem kerül oda adott esetben a Magyar Posta, mert úgy gondolják, hogy az drága és megbízhatatlan. És ezzel, hogy kötelezővé teszik, ezzel nagyon sok kis webshop kerülhet nehezebb helyzetbe, ugyanis be kell autóznia a postára, ugye a posták egyre inkább szűnnek meg, tehát ez több órát is elvehet, akár hosszas sorban állás következik, ugyanis hogyha eseti feladásról van szó, akkor nem megy házhoz az MPL futár, ahhoz, hogy házhoz menjen, szerződést kell kötni a postával, ahhoz viszont bizonyos csomagszám mennyiségre szükség van, amit nem biztos, hogy teljesíteni tud egy kis vállalkozás. Ezért a Mi Hazánk mozgalom úgy gondolja, hogy nem ezzel válik vonzó szolgáltatássá a posta, tehát a lakosok körében nem ettől fog megnőni a bizalom, a kisvállalkozások nem ezért fogják a posta szolgáltatásait igénybe venni, hanem akkor lesz ez más irány, hogyha a posta szolgáltatása, annak színvonala növekszik, ehhez viszont három fő területen kell pozitív változásnak beállnia a posta életében. Egyrészt ugye rendkívül gyengén fizetettek a postások, másrészt rendkívül rossz munkakörülmények között dolgoznak, és harmadrészt nagyon gyenge az érdekérvényesítő képességük, tehát nincs erős szakszervezetiség. Hogyha ezen a három területen pozitív változás áll be, akkor vonzóvá válhat a lakosság és a kisvállalkozók körében is a posta szolgáltatása, ugyanis azt fogják látni, hogy jobban működik a posta. Tehát ez ilyen egyszerű. Ilyen oldalról kell beavatkozni, és így kell vonzóvá tenni a posta szolgáltatást, nem úgy, hogy egyoldalúan kötelezzük a kisvállalkozásokat arra, hogy márpedig mától kezdve kötelező ajánlaniuk. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom azt szorgalmazza, hogy a posta igazgatóságában kezdjenek el ezen dolgozni, ahelyett például, hogy milliós prémiumokat osztogatnak egymás között, gyakorta teljes mértékben érdemtelenül. Úgyhogy az az álláspontunk, hogy erre a diktátumra semmi szükség nincsen, és ezt ne vezessék be.